Sziasztok! Ebben a videóban most a szerzeményeimet fogom megmutatni, amiből nincsen olyan sok, viszont szerintem jók. Főleg ékszereket vettem, és akkor most szerintem kezdjük is velük. Először is voltam a... Először is voltam a Takuba, ahol elég sok leárazott ékszer volt, de én csak egyet vettem, vagyis hármat, ami egy csomagban volt. Ezek a fülbevalók, ezek így néznek ki, szerintem nagyon szépek és nagyon elegánsak. 990 forint volt, és 2000 forintról volt leárazva. A többi ékszert már a Ceundába szereztem be. Azt hiszem mindegyik IMS, nem, az egyik Six-es. Akkor folytatnám is a Six-es ékszerre, ami szintén egy fülbevaló. Igazából az összes fülbevaló, szóval nem tudom, hogy miért mondom külön. Mindegy. 1490-ről volt leárazva 550 forintra, és ez ilyen két elég nagy fülbevaló, és hát nem teljesen fehér színük van itt, bár annak látszik, de igazából ilyen sárgás, van benne egy pici kék, barnás, persze fehér is van benne, de szerintem ez nagyon-nagyon szép, és ez is nagyon elegáns. Akkor most jön a kettő IMS, amit szintén ugye a Ceundába lehet itt kapni. Nem nagyon szoktam Ceundába járni, de amit ismerek itt, ilyen bevásárlóközpont, az a Korzó, és ott csak New Yorker van, Ceunda, Taco, meg ennyi. A többi meg ilyen cipőbolt, meg Müller, meg ilyesmi, meg Kajáda, meg az Eurósbolt. Visszatérve, ez 1490-ről volt leárazva 550 forintra szintén, és ugye ebbe kettő pár van, és a hátulja az ilyen kis nyitott, és szerintem ezek is nagyon elegánsak. Mostanában annyira imádom az ilyen aranyozott ékszereket, aranyszínű ékszereket, hogy le se lehet rólam robbantani, tehát annyira szépek és annyira elegánsak, hogy tényleg gyönyörűek. Az utolsó ékszer is 1490 forintról volt leárazva ugyanitt, a Ceundába. Ezt igazából tegnap vettem, és ugye 550 forintra volt leárazva ez is. Ez pedig két ilyen, hát ilyen, most nem tudom, tegnap be kellett mennem még a Müllerbe, úgyhogy folytatom a Mülleres dolgokkal, ebből csak 5 darab van, szóval ez se valami nagy vásárlás. Szükségem volt egy körömlak lemosóra, mert ami a Pixi Box-szal jött körömlak, az a flormáros, azt le akartam szedni, mert már pattogzott, meg minden baja volt, és mindig beakadt mindenbe. És ugye kellett egy körömlak lemosó, és én hülye nem hoztam magammal Pécsről, ezért vettem egyet. 130 forintért, vagy 150 forintért, szóval nem egy nagy árért, de úgy gondoltam, hogy egy Essence körömlak lemosót most 1000, nem tudom, 1100 forintért nem fogok azért megvenni, hogy lemossam a körömlakomat, szóval ugyanolyan mindegy. Tehát egy ilyen Aveós, a Müller saját márkája, ja, ez az Aveó, és ez ilyen, természetesen a lilát vettem meg, mert volt piros, meg zöld, vagy nem, kék, nem tudom, és ez berrés, ami ilyen bogyós gyümölcsöket jelent, azt hiszem. Nem szoktam nagyon járni a pécsi kertvárosi Müllerbe, mert ugye Pécsen csak ott van, hogyha jól tudom. Ezért annyira nem nagyon tudom, hogy ott van-e ilyen márka, hogy Terra Naturi, de szerintem van. És akkor ugye mindenki tudja, hogy az kurva drága. És leértékelve találtam tőlük egy pirosítót és egy ilyen ajakbalzsamot igazából, és meg is vettem őket. Így néz ki az ajakbalzsam, ilyen picike, és tényleg lila színe van. Ez volt rajtam egyébként az előző videóban, tehát ennek ugye ilyen
nagyon szép lila illa. Miért mindig azt mondom, hogy illata? Hát ilyen fényes lila színe van, így látszik. És imádom, mert még az nem is jön le az ajkaimról, és nem is érzem, hogy szárítana, mivel hogy ajakbalzsam, mert ez természetes. De szerintem ez nagyon-nagyon jó, és hát elég sok van benne ahhoz képest, hogy mekkora, tényleg sok van benne. Szerintem ez egy ideig elég lesz. Eredeti árán ez valami 2000 valamennyi forint lett volna, és én ilyen 600... Majdnem, hát nem egészen 700 forintért vettem meg, tehát ilyen 600 és 700 forint közötti értékben. Akkor egy nagyon-nagyon hasonló színű pirosítóm is van, ugye? Ez van most az arcomon egyébként. Nem nagyon szoktam pirosítót használni, és nem nagyon tudom, hogy hova, hogyan, meg mennyit, de ami eddig volt, tehát most már van két pirosítom, az egyik egy Yves Rocher, és arról nem volt videó, mert azt még Pécsen vettem, és nem volt időm. De az Yves Rocher, és az így néz ki, ilyen nagyon szép. Ezzel nem nagyon lehet túl sokat fölvinni, mert hogyha túl sokat fölviszel, akkor is úgy néz ki, mintha szép természetes lenne. Viszont ez a szín, ez azért nagyon durva, tehát ez egy ilyen lilás árnyalat. Úgy gondoltam, hogy nem is tudom, hogy szemhéjpúdernek fogom majd használni, de aztán kipróbáltam ma reggel pirosítónak, és nagyon jól nézett ki. Szóval nagyon tetszett. Ilyen nagyon brutális színe van, és nagyon pigmentált, tehát annyira durva. Most egyszer belemártottam, és már ilyen. Pedig csak így hozzáértem. És ugye felvéve itt van. Nagyon szép színe van szerintem. És nagyon jól mutat igazából pirosítóként, szóval ezzel nem fogtam mellé. Ennek az eredeti ára is valahogy olyan 3000 vagy 2000 valamennyi, nem tudom pontosan. De ezt viszont 835 vagy 25, vagy valahogy így. Ez sem 800 és 900 között volt, de biztos nem 900, mert 800 kezdődött. Az árnyalatok neve pedig ez az ajakbalzsam, ez a 03-as plám árnyalat, a pirosító pedig a 01-es pink kiss. Szintén az akciós, ilyen kiárusításos résznél találtam rá egy gyönyörű szép rúzsra. Annyira oda vagyok érte, rimmelles rúzs, és ez a két mossz a kollekciójából, vagy igen, a kollekció, tehát a két mossz kollekcióból való, nem annyira piros, hanem inkább olyan barnás, ez a 105-ös árnyalat. És ilyen, hát ilyen barnás, picit rózsaszínes tényleg, de inkább barnás árnyalat. És nagyon jó, nem szárítja az ajkakat, mégis fennmarad, és nem nagyon érzed, hogy ott van, nem, tehát semmi, mert most is ez van amúgy a számon, és annyira jó érzés, hogy, és nem félek attól, hogy lenyalom, mert hát lenyalhatnám meg minden, viszont annyira könnyen vissza lehet, meg, tehát nagyon jó. Ez a rúzs, és annyira gyönyörű. Egyébként az ilyen pirosas, narancssárgás, rúzsaszínes árnyalatokat jobban szeretem, mint ezeket a barnákat, de ebből az egy árnyalatból volt kettő darab, és az egyiket ugye megvettem, és nem tudtam otthagyni, tehát muszáj volt. Az utolsó dolog, amit a Müllerbe vettem, az egy körömlak, méghozzá egy láb körömre való körömlak. Az SS-nek ez a Show Your Feet lábköröm körömlakja. Igen, lábköröm körömlakja. Igen, és ez ilyen gyönyörű, szép lila színű. Mostanában nagyon rá vagyok állva a lilára, szóval. De amúgy mindig, mert a kedvenc színem a lila, szóval ez alap, hogy rá vagyok állva. És nem tudom, mennyire látszik, de ilyen apró
világosabb lila csillámok vannak benne. Egyébként most ez van a körmömön. Hát úgy gondoltam, hogy igaz, hogy lábkörömre írják, de hát ide is lehet kenni szerintem attól még, szóval köröm-köröm ugyanaz. És általában a lábköröm lakóknak ilyen nagyobb ecsetük van, és ennek pedig ilyen teljesen normális. Szóval miért ne kenhetném a kezemre, tehát. Ez pedig a 32-es Purple Licious 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 igen, Purple Licious árnyalat. Egyébként ez nem maradt, hogy ez 600 valamennyi forint volt, ez pedig szintén 625, azt hiszem. És akkor elérkeztünk az utolsó dologhoz, amit itt Kaposváron vettem, méghozzá az Amnéziába. Tehát 5000 forintért az Amnéziába vettem egy táskát, és oda vagyok érte, tehát nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem már egy kicsi táskát, amit csak úgy elvihetek valahova, hogyha valahova megyek, tehát most például suliba. Mindjárt lemerülök. Tehát ez a táska, ez így néz ki, nagyon szép, ilyen nagyobb fajta borítéktáskának néz ki, de van egy ilyen lecsatolható ilyen válpántos része is, meg van hozzá egy ilyen kézbe tartós ilyen kicsike, de az most otthon van, mert ezt már hazavittem mutatni, és otthon hagytam. És szerintem tényleg nagyon szép, így nyílik, így el kell forgatni a kapcsát. És van belül egy, hát egy cipzárja is van, csak most nem cipzároztam be, és hát belülről, hát sima fekete, szóval semmi extra nincs benne, de gyönyörű, műbőr, és én mindig ezt szoktam vinni magammal mindenhova. Remélem tetszett ez a második kis, rövid kis videó, sokszor mondtam azt, hogy kis, de nem baj. Tehát remélem tetszett nektek, és a következő videómban én is velem tartotok, ami valószínűleg egy tag lesz, ha minden igaz. De még nem döntöttem el pontosan, de szerintem az lesz. Hogyha tetszett nektek, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Instagramon, és minden linket megtaláltok az infoboxban. Hát akkor legyetek jók, és sziasztok!